A Pünkösdi cigánymisszió szeretett szolgálata olyan nemes küldetést vállalt magára, amely a szeretet és a segítségnyújtás erejével igyekszik megérinteni, támogatni azokat, akik a társadalom peremén élnek. A szeretett szolgálat szívén viseli az egyedi élethelyzeteket, felkarolja a cigányokat, az időseket, a magukra maradt családokat, hátrányos helyzetű embertársainkat. Ugye a Pünkösdi cigánymisszió szeretett szolgálata 2009 óta működik, de nem mindig egy ilyen rendszerbe gondolkoztunk, hanem az elején egy kicsit másképp épült föl a szeretett szolgálat. 4 évvel ezelőtt, amikor én átvettem a szeretett szolgálatnak a koordinálását, akkor döntöttünk úgy és láttuk jónak, hogy egy másfajta rendszert kezdjünk el építeni. Ugye ez abból fakadt legfőképpen, hogy láttuk, hogy mindenhova mindig nem jutunk el, egyszerűen fizikai képtelenség, hogy mindenhol segítsünk és mindenhol jelen legyünk. Ezért úgy döntöttünk, hogy inkább regionálisan gondolkozunk egy-egy adott területben, és ott fogunk létrehozni szeretett pontokat. És akkor, amikor ez a döntés megszületett, akkor elkezdtünk ezen dolgozni. Hála Istennek találtunk olyan embereket, akiknek a szíve nagyon hamar rádobbant erre az ötletre, és vállalták azt, hogy egy-egy területnek ugye a helyi koordinátorai lesznek, és akkor elkezdtük felépíteni a szeretett pontokat. Az első turnusban, akkor ott nagyon-nagyon úgymond ilyen gomba módjára szaporodtak a szeretett pontok, ugye elindult kapásból 12 szeretett pont, és akkor most ebben az időszakban pedig próbáljuk bővíteni ezeket a területeket. Ugye az országban azért sok olyan hely van, amit még nem fettünk le. Ezért is keresem és keresjük azokat az embereket, akik ebbe szívből, hitből bele tudják tenni magukat, hogy egy ilyen szeretett pontnak a koordinátorai legyenek. A sátai szeretett pontnál mindig zajlik az élet. A helyi koordinátor és az önkéntesekből álló csapata minden lehetőséget megragad, hogy minél hatékonyabban tudjanak segíteni a környéken élő rászorulóknak. Nehéz sorsú családokból bőven akad a településen, akik felé nem csupán élelmiszerrel, használati tárgyakkal, hanem az evangélium megosztásával is szolgálnak a missziósok. Soha nem felejtik el, hogy meginvitálják a gyülekezetbe azokat, akik még nem járnak, és noha rengeteg munka van az adományok összegyűjtésében, az Úr Jézusnak és a felajánlóknak egyaránt hálásak minden felajánlásért. A sátai szeretetpont 2021. májusában kezdődött, hálát adunk érte Jóistennek és a Magyar Pünkösdi Egyház országos cigány missziójának azért, hogy a sátai alfa gyülekezetben egy szeretetpont nyílhatott, mert itt Borsod megyében nagyon nagy szükség van arra, hogy szeretetpont nyíljon meg. A forrásainkat külső forrásaikból tartjuk fenn, olyan forrásokból, hogy felhívásokat teszünk közzé, hogy aki ingyen a sátai szeretett szolgálatnak neki akar járni a felajánlásait, azt nagyon szívesen elfogadjuk. Milyen felajánlások érkeznek elsősorban, mire van a legnagyobb szükség? Nagyon nagy szükség van bútorokra, ágyakra és ruházatra is, de legfőképpen élelmiszerre is, mert a munkanélküliség itt Borsod megyében nagyon nagy, mivel nincs munkaerő, nincsenek gyárak, nincs munkalehetőség, és ezért az embereknek el kell járni még 80 kilométerre, 100 kilométerre is azért, hogy dolgozni el kell nekik menni, hogy fent tudják magukat tartani nagyon kevés pénzből, és legtöbben napi bérből dolgoznak, ami itt ezen a környéken 6000 forint. És ebből nem tudnak megélni a nagy családok. Ha jól tudom, akkor nem csak erről a településről, hanem a környékbeli településről is szoktak hozzátok fordulni, igaz? Igen. Ózdon, Sátán, Borsodbótán, Csernejben, Hangonyon, Ózdon a Velence telepen szoktunk segíteni, és ahová még a misszió kiküld. Ami már nincsen olyan messze, oda még el tudunk menni, de messzebbre már nem nagyon. Számodra mit jelent ez a munka? Örömmel vállaltad annak idején, és mit ad nap, mint nap? Hát hálát adok érte a Jóistennek, hogy a sátai alfa gyülekezetben, a szeretett pontban dolgozhatok, mint koordinátor. Hálát adok érte, hogy segíthessük a szegényeket, mert nagyon nagy szükség van rá, hogy segítsük őket. És a szívemben is hordozom őket, mert nem elég nagyon sokszor egy szatyor élelem a szegény embereknek, mert lelkileg is kell őket támogatni. Nagyon nagy segítséget nyújt az is egy nagy családos szülőnek, hogyha leülünk velük beszélgetni.
és bizonyságok által, igék által igyekszem őket megerősíteni. Nem nehéz, jó könnyű. Tényleg. Most a garázsban beszélgetünk, ez a garázs, ez mióta van itt így, illetve mennyire szokott megtelve lenni? Könnyű beszerezni az adományokat, vagy nehéz? Hát ehhez a garázshoz 2023. októberében jutottunk hozzá egy pályázaton keresztül, amiben a misszió segített nekünk, és miután felállítottuk ide a garást, utána felhívásokon keresztül jutottunk hozzá a bútorokhoz. Ózról jön legtöbb támogatásunk, onnan kapunk legtöbb bútoradományt, Putnokról is, Upponyból is, úgyhogy igyekszünk mindig arra, hogy telve legyen a garázsunk bútorokkal, ruhadománnyal, hogy a rászorulók részére minél többet tudjunk segíteni. Az evangéliumra egyébként erre felenyitottak az emberek? Hát úgy gondolom, hogy itt Észak-Magyarországon elég nagy a szegénység, aztán úgy mondja Istennek az ige, hogy ahol nagyobb a bűnök, nagyobb a kegyelem is. Én úgy gondolom, hogy a Biblia igazságban, hogyha beltesszük a hitünket, akkor nagyon sok itt a bűn is, a bűnözés is, mivel a szegénység rákényszerít az embereket arra, hogy bűnkövessenek el. De Isten kegyelme rajtunk keresztül, hiszem azt, hogy elhozza hatását annak érdekében, hogy az emberek ezáltal is megváltozzanak, hitéli tevékenységeket akarok létrehozni mindenhol, itt Észak-Magyarországon. Örülök, hogy jöttetek. Andi, kell neked? Sűrűn szoktunk tartani ruhabőrzéket, olyan felajánlásokból, amiket ingyen kapunk. Van 2-3 olyan segítőm, akik szoktak nekem ebben segíteni. Máté Károly, Horváth Ferenc és Illés Rudolf. Ők azok a három fiatalember, aki nagyon sokat szokott nekem segíteni a Szeretetpontba, hogy kerüljönek be hozzánk nagyon sok ruhák, bútorok, felajánlások. Hirdetéseken keresztül tartunk ilyen ruhabőrzéket, amelyekkel a felajánlásokat szét szoktuk ösztönni több településen. Például Hangonyon is, Borsodból után is, itt a Sátai faluban is tartottunk ruhabőrzét, és az elkövetkezendő időszakban Csernejbe is, és Ózd-Velence telepre is szeretnék menni ruhabőrzét tartani. Kis Klára vagyok, én Borsodból után élek, van 7 gyermekem. Hát már nagyjából 8 éve lesz nyáron, hogy megtértünk itt a Sátai Alfa gyülekezetbe. Ma 6 gyerekemben van merítkezve, igen, párom is. Bizonyságokat ad az Úr, mindig az életünkben van, minden nehézségekben, az örömbe is. Mindent ő rábízunk. Ezek az akciók, ezek a, illetve a Szeretetpont adományai, azok mennyire jönnek jól a családnak? Hát az mindig jó jön. Itt nehéz nagyon a munka, lehetőség, szegény a nép. Úgyhogy ezek mindig jó jönnek, pláne az ilyen nagy családosoknak, mint mi is vagyunk. Én már régi keresztény vagyok, keresztény családba születtem bele, könnyű dolgom volt, de mindvégig, ahogy növekedtem, az Úrban növekedtem fel, családommal együtt. Nekem is vannak gyerekeim, három gyermekem van, igen. Őket és az Úrba akarom felnevelni, hogy az Urat szolgálják, ők is járnak ifjúsági csoportba. Mennyire nehéz itt a megélhetés errefele? Hát nehézkes, mert nagyon sok szegény családok vannak, akiknek tényleg, hogy szüksége van a segítségre. Ezért nagyon jó, hogy kapnak ilyen támogatásokat a cigány missziótól. Így kicsit megkönnyítik így az embereknek a dolgát. Rácz Ramona egyedül neveli 3 gyermekét és gondozza tüdőbeteg édesapját. Ha nem kapnának segítséget a Szeretetpont munkatársaitól, valószínűleg már a család sem lenne egyben, mert a gyámügy folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy az anyuka tudja biztosítani a gyermekek számára a szükséges életkörülményeket. A Sátai Alfa gyülekezetnek a Szeretetpontja szeretné benneteket segíteni egy kis élelmiszercsomaggal. Még majd, hogyha lesz segítségét 2 jó erős férfi, akkor majd egy nagy 4 személyes ágyal fogunk tudni nektek segíteni. Köszönjük. Azt majd mi megbeszélünk, hogy kerül a legyen segítségét. Hát most egy nagyon-nagyon nehéz sorsú családnál vagyunk. Rácz Ramona, ő egy 3 gyerekes anyuka.
Nagyon sokat egyedül neveli a gyerekeket, a beteg apukájával él együtt, nagyon sokat kell nekik segíteni, mert nagy szükségük van arra, hogy normális bútorzatot teremtsünk meg nekik, hogy ne vigyék el tőlük a gyerekeket. Szinte napi rendszerességgel várjuk a gyámügyet, hogy kijöjjönek hozzájuk, felügyelik őket, hogy hogyan élnek, hogy megvan-e a napi betevőjük. Fájuk is most úgy van, hogy a hivataltól kaptak egy nem teljesen köbméternyi fát, azért tudnak most tüzelni. Igen. De egyébként, hogyha lehetőség van rá, még a ruhákat is felhasználják arra, hogy ne fagyjonak bele a házba. Így a sátajálfa gyülekezet nagyon sokat szokott nekik segíteni, igen, amiben csak tud. Az élelmiszer adományainkat úgy szoktuk összegyűjteni, hogy szoktunk beadni kérelmet Ózdon az Intersparba vagy a Tescóba, és megadnak nekünk egy napot arra, hogy reggel 8 órától este 6 óraig ott szoktunk lenni. Ezt hárman szoktuk csinálni, kapunk két kosarat, és akkor ott a Tescónak vagy az Intersparnak a folyosóján ott lehet lenni egész nap. Itt szórólapokat szoktunk osztogatni az embereknek a részére, amiben fiatalok szoktak általában segíteni, és azok az emberek szoktak nekünk adományokat adni. Olyat is szoktunk csinálni, hogy heti adakozása van a gyülekezetnek, és minden harmadik héten az adakozást arra szoktuk fordítani, hogy élelmiszereket szoktunk venni a szeretetpontunknak a részére, így igyekszünk arra, hogy ne fogjon ki a szeretetpontban az élelmiszer. Raktárunk sem. A következő időszakban is van egy tervünk, erre vonatkozóan. Szeretnénk beszerezni egy nagy hűtőládát, és ebben a hűtőládában majd szeretnénk venni olyan fagyasztott dolgokat, például olcsóbb húsokat, és a szeretett pontunk majd azzal is szeretne segíteni a rászoruló családokat. Hát így komolyabban 2-3 éve kezdtem velük, a hópásztorral meg a Renivel. Szeretem az Úr Jézust. Mindenben teszek az érdekében, hogy ő nekik is segítsek, testvéreimnek, pásztornak, a gyülekezetemet, hogy építse, főzök, ha kell. Mindenben segítek nekik, mert megkérnek. Szeretem őket is, Krisztusi szeretettel. Ennélkül nem megyek. A Sátai Szeretetpont önkéntesei és munkatársai elkötelezettségüket és emberségüket nap mint nap bizonyítják. Legyen szó élelemről, ruházatról vagy más alapvető szükségletekről, mindig ott vannak, hogy támogassák és megkönnyítsék azoknak az embereknek az életét, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Jézus szeretetére mutatva, minden egyes cselekedetükkel és adományukkal újabb sugárnyi fényt visznek azoknak az életébe, akik gyakran sötétségben vergődnek. A Szeretetpont nem csak anyagi, de szellemi és érzelmi támogatást is nyújt, így valóban teljes körű segítséget biztosít a rászorulóknak az emberi méltóságuk megtartása érdekében.